Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt vagyok újra a Hungry Life Roleplay-en. Yeah! Ezt a videót a Zenebba támogatta. Ha valami játékra lenne szükséged, akkor ez egy tökéletes weboldalra. Különböző akciók, illetve rengetegféle játék közül válogathatsz. Steam, Origin, Epic Games, szinte bárhova. Ha leírásban lévő linkeken keresztül vásárolsz, akkor minket is támogatsz. Ma a srácok itt még ismét egy epizóddal, hát sajnos Ábel nincs itt, mert nem ér rá, de lehet majd még be fog futni. Lényeg, ugye, hogy múltkor vettünk egy halom illegálist, meg is nézzük. Itt is van, van hangtompítós kolt, szerintem ezt hamar el fogjuk tudni adni. Alkák, ugye shotgun még, akkor ilyen HKMP5, AK-74, 3 darab, Colt 45 tár, úgyhogy... A mai feladat az lesz, hogy ezeket megpróbáljuk eladni, keressünk rajta, hogy azért vásároltuk ezeket, egyfajta befektetés volt. Remélhetőleg, hogy sikerül. Hát nem tudom, hogy most, ami kicsit bugolnak a dolgaink, át kell itt rendezni, vagy nem tudom, most ez milyen kis tévé, nagy tévé. Lényeg, hogy akkor fogjuk a kommunikátorunkat. Titkos kommunikátor, még 9-szer lehet használni. És akkor kimegyünk, hirdetünk egyet. Faszlak is bemessel, végre tudok járni. Úgyhogy, feladjuk a hirdetést. Hát tudom, hogy ígértem, hogy most már valami illegális izéket megnézzük, de mindig nem tudtam leszervezni nektek, srácok, sajnos. Próbáltam már most sokszor beszervezni, ki tudjuk, vagy be tudjam nektek mutatni, de sajnos soha nem jön össze valamiért. Ezzel sajnos nem tudok mit csinálni, úgyhogy elmondom vagyok, hogy ha már az új illegális dolgokat nem tudjuk kipróbálni, akkor legalább ezeket az illegális cuccokat eladjuk. Gyorsan feladok egy hirdetést. Voltosan kezd a BMW-vel bánni amúgy. Jó, feladjuk a hirdetést, aztán pucolás. Jó, feladtam a hirdetést, ki is írjuk. Oké. És most pucoljunk innen, és reméljük, hogy hívnak minket. Hopp! Kaptam is egy SMS-t. Lássuk is, hogy mit írnak. Hopp! Szálve Colt és AK van eladó, ahogy láttam, mi lenne az áruk, illetve a belevaló tárak darabára is szintén érdekel. Na, nagyon jó! Nagyon sok SMS jön. Jó, gyorsan megnézem, akkor leüzletelem gyorsan a csávóval. 3 hours later. Na, srácok, kialkottuk a csávóval, kap egy sima AK-t, egyetlen egy darab gépkarabélytárat és egy Colt-árat, 210 dollárért cserébe. Úgyhogy ezt most el is visszük, elvileg eljön a sebbe. Jelenleg elsőbe szere... Mi? Szeretetek? Házamat tud mondani? Házszámot tud mondani? Nem tudom, hol a super save. Miért nem tudja senki a super save-et, amúgy beszarok? Jó, akkor... Várjátok most, hogy egy külön táron, ezt elfelejtettem. Most szedtem ki az alkából a tárat. Ó, basszus, na várjatok. Akkor nem is így kell. Na várjatok, akkor megtöltünk egy tárat neki. Várjátok, akkor ez már nem is jó. G36 tár? Ó, basszus, srácok, ez micsoda? Várjatok, ez így nem lesz jó. Most miért ezt kaptuk? Jajjaj. Akkor viszont reméljük van a többi alkába. Lőszer. Jó, ebben van, akkor össze tudunk rakni egy tárat neki. Na várjátok. Tár kiszedése. Lőszer kiszedése. Erről megfeledkeztem, srácok, basszus. Tehát itt már azért komplex cuccok vannak. Oké. Micsoda, 31-et bele tudtam rakni? A 31 fér. Jó, akkor ez így lesz. Hát nem tudom, egy G36 tárunk, akkor basszus. És akkor van így egy darab AK-70 tár, egy sima AK, és egy Colt 45. tár. Közben kérdezi, van-e még alkát, írom neki. Nem tudom, szerintem én bebugoltam, nem rakja el az alkát. Tiába kattintok rá, hogy elrakás, nem rakja el, és nem tudom mozgatni se. Úgyhogy, hát most én így fogok menni, hogy az oda bugolt, nem akarok relogolni, ugye, hogy nem tudom, ne csesződjön az üzlet. Jó, most így jó. Itt egy sima alká, amiben 0 lőszer van, mert itt van mellette a tál, ami fullon van. Most, hogy 335 a véged, le akar húzni a gyerek. Aj, az a baj, hogy amúgy nekünk most nagyon kéne a pénz, mert nagyon lecsórósodtunk. Nagyon csórók vagyunk most. Ház miatt ugye, amit vettünk. Itt van kell, hogy 340. Jó, itt vannak nálunk a cuccok, szerintem menjünk. Mi nem egyezett be, szerintem bele fog egyezni. Ó, Isten, most kajak az 5000-en fennakad a gyerek, vágod? Édes Isten, ilyenkor úgy elmegy a kedvem, hallod?
simán mondhatnánk azt, hogy ennyire én akadok fenn, de hát könyörgöm. Én olyan csóró lettem, hallod? Trafipax megbüntet, az végünk van. Lehítodik, hogy ne szívesen, már nagyon kéne a pénz, nagyon csóró lettem. Én is abból élek, de legyen. Na ez az, jó? Fú, hogy ez egyik legnehezebb illegál üzletünk itt hálán, amúgy esküszöm. Szétalkuloztuk itt az agyunkat, de csak megegyeztünk. Tehát 340 ezer fizet. Jaj, itt jó lesz. A little later. Mindjárt feljebb visszük az 10 000-re, hallod? El van tévedve a csávó. Akkor elmegyünk érte. Hát most erről idői rendőr, nem tudom mit csinálok. Hát csak nem. Gondolom, hogy az. Mondtam neki, hogy jöjjön. Öcsém! Nézzek, milyen autó van, még ő a csóró. Jó, még én meg BMW-vel vagyok. De én tényleg csóró vagyok, az a nagy különbség. Azt igen! Az kicsoda? Az kicsoda? Nem az az ületet. Van M4-em, ha kell valakinek? Mi a rák? Nem tudom, honnan jött ez a nő. Idéz, mondom, bocs, hogy megzom az üzletet. Nem érdekel M4. Intézzük már a bizniszt, itt félek, hallod? Berazziázik itt a rendőrség mindjárt. Ezt szerintem most fog minket felnyomni. Már nem vettük meg a cuccát, azért most beköp minket. Miért nem adja a csávó a pénzt? Miért húzzuk eddig, hallod? A kezén és a táskán bilincs található. Mi az, hogy bilincs található? Mi nincs nála annyi pénz? Leveszi a bilincset a táskán és a kezéről, majd a kocsi csomagtartójára teszi a táskát. A táska a kocsi. De figyeltek! Hány ezer dollár fölött már van táska az ember kezében, nem? Vagy búvárruha van rajta, ezért nem látszódik? Jó, átadta. Nincs hely a csávónak. Oké. Okay. VTF? Fura dolgok történnek itt, hallod? Ó, és nem tudom, ez most nagyon fura biznisz volt, ijesztő volt, de tudjunk rajta, az a lényeg. Úgyhogy megvan a pénz. Gyorsan berakjuk bankba. Állítok, van SF-be bank, nem tudom, és ez mennyire igaz. Közben kiderült, hogy SF-be nincsen. Úgyhogy, hát sajnos csak LS-be, hogy átjöttünk. Gyorsan berakjuk a pénzt. Mindjárt is nézzük, hogy mennyi van összesen amúgy. Azt mondjuk, hogy befizetés. Aha, hát nem sok. $480 000 lett most így. Jó az. Jó lesz az nekünk most. Hogy gyorsan elmegyünk közben az új házhoz. Még beállítom ott a safe kódokat, meg ilyenek. Jó, melyik is a házunk, basszus? Valamelyik, talán ez. Ja, ez az. Jó. Ugye ez a friss új házunk. Amúgy jó kis ház. Safe kódokat gyorsan beállítom, ezt nyilván nektek most kivágom. Jó. Beállítottam a safe kódot, úgyhogy ez is megvan. Egyre nem rakok ide semmit. Hát talán így a kapát meg ezeket majd ide berakom. Csali. Ezek most így nem kellenek. Ja, úgyhogy... Next. Jó, már itt vagyunk, gyorsan pörgetünk egyet. Na nézzük, mit pörgetünk. Egy fix kártya, na az jó. Fuck yeah. A little later. Talán vagyok én kíváncsi, hogy most akkor ez a gépkarabélytár mit fog adni? Tehát ez most mit fog adni nekünk? Nem, ez most egy M4 tárat adott. Ilyen full izé, random adja, hogy? Na mindegy, érdekes. Ja igen, úgy van, hogy a régi, úgymond tár, ugye az már nincsen. Szóval úgy adatták meg, hogy ugye abból kapsz egy random tárat, ha kinyitod. Szóval, még egy darab van, mestervész tár, hát akkor ezt most még kinyitom amúgy. Több elvileg nincsen. De mondjuk ebből csak egy jöhet. SVD Dragunov tár. Jó van, magában most már ez is van. Hát jó sok tárunk van amúgy. Meg még ezekben is van ugye alkányait, abban is van talán tár. Üres nyilván, tehát be kell tölteni. The next day. Nyitottam még egy sanc ezt. Nem kell. Felesleges, semmit nem érem úgy. De lehet megint pörgetni, nézzük csak. Telefon. Ó, ez a prémium teló.
Srácok, közben itt mennek az RP-k, találkoztam itt egy csávóval. Megkérdez, hogy nem érdekli esetleg valami kis önvédelmi cucc. Kórházhoz. Jó, őt meg elviszik a kórházhoz közben akkor. Nem mondod, hogy kaptam 50.000 dollárt tőlem, elhoztok, hallod? Egy kis támogatás, lol. Na jó, hát ez most jól jött. 50k dodó. Jó, közben a csávónak akkor mondom, hogy milyen cuccaink vannak, az hát ha vásárol valamit. Na a srácok, csávót befűztük, hogy esetleg vesz egy alkát. Na elvisszük esetbe, megnézzük, megmutatom neki a fegyvert. Lehet, hogy akkor vesz. Mert amúgy rájöttem amúgy, hogy ugye az illegális hirdetéseket csak akkor látja az ember, ha van nála illegális, tehát kommunikátor elvileg. Különben nem mutatja neki a Dark Zone hirdetéseket. És így rájöttem amúgy, hogy itt hirdetgettem már több órája. És rájöttem, hogy amúgy nem tudom, a szerveren... maximum lehet, hogy egy 30-40 embernek van ilyen kommunikátora. A többi ember meg nem is látja hirdetést, és akkor elkezdtem így terjeszteni manuálisan ugye az árut, és találtam is egy embert, akit érdekel. Úgyhogy lehet így fogom inkább árulni a cuccot, még ezért veszélyesebb. De hát ja, be kell vállalni, ez van. Na, megjöttünk a garázshoz. Hát lehet, hogy még kezdő a player, úgyhogy normális áron eladom neki szerintem, sőt még jól is járom, hogy na, benne van, megveszi, 100 000-ért. Szerintem ez a csáv, ez most regisztrált, vágjátok? Szerintem az a kezdőpénznál, vagy nem tudom. Ő nem tud egybe átadni 100 000-et és külön adja. Hát figyelj, ő tudja. Figyelj, jól csinálja, sokkal drágában el tudja adni. És szarrá keresi magát amúgy. Ja. Ennyi, akkor visszaviszom a csávót, megkért rá. Jó, mondjuk ez most nagyon para amúgy, hogy vissza is kell vigyük, ugye. Mert azért most itt konkrétan fegyverszállítás. Tehát, hogyha most itt a rendőrre igazoltatnak, akkor végünk van. Ja, én tudom azt mondani, hogy ja, hát nem is tudom, hogy nála ilyen dolgok vannak. Mondjuk az alkát csak látom, hogy EIC. Hogy ott van nála, gyakorlatilag amúgy animáció nem látszódik. Szóval, ja, tehát ez, ennek a manuális hirdetésnek megvannak a veszélyei. De hát látjátok, sikerült eladni fegyvert. Hú, ez... Úgyhogy azt mondom, ezt a manuál hirdetést csináljuk. Arra jöttem rá, hogy a festett fegyvereket most már nem fogok többet venni, mert nincs értelme, tehát senki nem veszi meg drágában, mert festett. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy csak sima fegyvereket fogunk vásárolni, ha még vásárolunk. Meg lehet, hogy ezeket a festett dolgokat is eladjuk simáron, akkor csak adjuk el, legyünk túl rajta. Így is amúgy keresek rajta, tehát ha már 150-ért eladnám azt az alkát, akkor már 10.000 dollárt keresek rajta. De amúgy teljesen jó, kerestünk még egy 150.000 dollárt, ugye csávoltam a 100.000-et, illetve akit taxisztunk az adott ajándékba 50.000-et, úgyhogy fuck yeah. Na amúgy az a vicc, hogy ez már nem kezdő player, csak olyan skinbe van, mert amúgy van kocsia, meg garázsa van. Meg hát nem is írja ki a nevem mellett, hogy ő kezdő player, azt hiszem kiírja, nem? Ajaj, rendőrök. És igazoltatják is. Ajaj, szerencsénk van. Kirakik a csávót, aztán tiplizzen a fegyverekkel, mert itt aztán balhé van. Gyorsan menjen be. Na jó van, jó kis biznisz volt. Ah, viszont van még egy titkos kommunikátor. Az illegális fix info. Úgyhogy megpróbálj kikerülni a rendőröket. Gyorsan berakom közbe a pénzt. És már 600! Van már 600 ezer, na jól van, gyűlik. Gyűlik az, most már vagyunk annyira csórók, hál' Istennek. Ó, itt nagyon sokan vannak. Itt para árulni. Úgy fogom csinálni, hogy megállok itt, és hát ha idejön valaki. És akkor hogy szépen felvezetjük neki, hogy amúgy biztos megkezdjük, mert eladó az autó. Szóval mondom, hogy nem, viszont más igen, és akkor szépen rávezetjük az embereket a dolgokra. Na figyelj! Első hal. Bekapja a csalit, lehet. Na ez viszont baj, hogy ketten ide jöttek. Jobb lenne, hogy csak egyesével jönnének. A little later. Nem sikerült, basszus. Aj, a francba. Nem sikerült. És el is ment mindenki.
Ez ennyi, srácok, sajnos itt nincs már több ember. Ez úgy jó terjeszteni, hogy egy normális, nem odarangál mindenki az időérdekel fegyver, nem tudod, mondjuk leállsz oda. Azért, amikor ő jön oda, tudod érdeklődni. Szóval, ja. Ez se könnyű így manuálisban amúgy, de érdemes, mert mondom, azok nem látják szerintem az idegenhirdetést, akik nincsen kommunikátoruk, és szerintem nagyon sok ember nincs kommunikátora, de minimum nem hordja magánál, ugye? És tudtam, olyankor nem látni az idegenhirdetéseket. Szóval, ja. Na jó van, srácok. Igazából kiírtam még párszor, de így nem nagyon keresnek az emberek. Úgyhogy... Úgyhogy szerintem ennyi volt mára. Láttunk egy kis illegált, illegális napot tartottunk. Próbálom leszervezni itt az illegális dolgokat amúgy, tehát mármint azt, most azt értem, hogy mondjuk kipróbáljuk az új rablást, meg esetleg a pénzmosást be tudjam nektek mutatni. Most már nem ígérek semmit, ha jön, akkor jön, ha nem, akkor nem. Úristen, hogy dörög az ég. Srácok, köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjátok a lájkot, és várjátok a kövi részeket, mert érkezünk. Innen folytatjuk. Csőztök! Thank you.